megmozdul a menny. Lejött az angyal, azt mondja, te beszéltél. Ha nem szóltál volna, nem jöttem volna. De szóltál, és jöttem. Nyilvánvalóan azonnal az Úr a seregének kiadta mondanám a parancsot, mert az angyaloknak parancsokat adnak, hogy menjenek, és jönnek. Ez azért nagyon-nagyon nagy bátorítás, mert ha imádkozunk, ha nem imádkozol, nem jönnek az angyalok. Ha imádkozol, és imádkozó életet érsz, és még egy nagyon fontos dolog van ezzel kapcsolatosan, mert nem csak az imáról van szó, hanem mert sokan formálisan imádkoznak. Ugye a szívedet adtad a megértésre, sanyargatásra az Isten előtt. Tehát szívedet adtad a megértésre. Mert ahogy mondtam, nem feltétlenül értette meg Dániel, hogy a 9. fejezetben miről van szó. Értitek? És ő továbbra is kérte, hogy az Istennek az igazságát jelentse ki az Úr. És a másik a sanyargatás, az olázat. Tehát ez a kettő tette hitelessé az ő imáját. És erre mondja az angyal, hogy beszéded miatt jöttem. Ha nem lett volna, akkor nem robbant volna ki az égben egy hatalmas nagy háború angyalok között. De kirobbantotta Dániel azáltal, hogy a szívét az Isten igéjének a megértésére szánta oda, megalázta magát, mert látjátok, az igének a megértéséhez sok esetben szükséges, hogy az ember bőtöljön, és a figyelmét még koncentráltabbá tegye az Istennek az igéjére. Mert az igét, ha kijelenti a Szentlélek, akkor a dolgok mennek előre. Tehát éppen ezért, ezt meg kell tanulni ma nekünk, hogy hogyan tudunk együttműködni az angyalokkal. És látjátok, hogy Dániel kezdeményezte. Ha Dániel nem imádkozott volna, nem böjtölt volna, az angyalok nem jöttek volna le, és elképesztő, ha talán azt mondják, hogy a Bibliának a legmegdöbbentőbb, drámaibb és precízebb, pontos proféciái a 11. és a 12. fejezetben találhatóak. Hogy egyszerűen, akik ezeket tanulmányozták, és összevetették a történelmi eseményekkel, egyszerűen meg vannak döbbenve, hogy létezik ez, és egy óriási, nagy Isten félelem fogja el az embernek a szívét, hogy az Istennek a tudása, hatalma, milyen nagy, hogy felfoghatatlan az emberi elmével, az emberi szívnek. Tehát Dániel elindított egy olyan küzdelmet, aminek hála Istennek mi vagyunk a haszonélvezői, mert egy nagyon sok csomó bibliai látást kaphattunk a 11. fejezetben és a 12. fejezetben. Tehát ezért látjátok, ha nem is ilyen horderejű kijelentésekről van szó, nem csak arra, nem a nagyot kell céloznod, hanem azzal, hogy az Úrral legyen meg a személyes kapcsolatot, és ne sablon szerint éljél, hanem a Szentléleknek a hangját tudjad meghallani. És ehhez szükséges, látod, ima, szükséges bőt is, és az Úr nagyon sok támogatást és segítséget megad.